Start. Start elindult a nap 5. futama, a Bájital díjszint az egész mezőny, azt lehet mondani, hogy tökéletesen kezdett, kívülről Exclusive Power próbál lecsukni a többieknek, de hát nincs erre sok esélye, mert hárman rajta kívül még jól kezdtek, Catania van belül, mellette Farinelli, ott van Kentásuk, egészen elképesztő az első pár száz méter, négyen ülik egymást a frontban, Catania belül is egyelőre nem adja át a falat a támadó ellenfeleknek, Exclusive Power pedig kint rakad a harmadik spúrból, hogy vissza kellett venni egészen a mezőny végére. Catanier megőrizte vezető pozícióját Farinellivel szemben, bent a front Jazzbeered is tartja, és egészen jól sikerült, illetve az első félkörre Kentárt Lucius elhelyezkedett, az egész mezői most már kettes fokotokban, persze leszámítva Explosive Power. Egy kör van még hátra, a favorit Catanier egyelőre uralja a versenyt. Egészen jó tempót látszik diktálni, kívülről kíséri őt Farinelli, míg bent a falon Just Be Ready színei tűnnek föl, aztán pedig jön Kentach Lux, őt Kreatin követi, Kreatin mellett belül Tsunami, a mezőny végén pedig Explosive Power foglal helyet jelen pillanatban, és valóban harmadik spurt senki nem meri fölvállalni, és elugrotta magát Catania, erre egyszerűen túlpörgött, nagy kérdés, hogy versenyben hagyják-e majd, minden esetre Farinelli megtámadja, Farinelli elkezdi őt presszionálni még gyorsabb haladásra, illetőleg azt látjuk, hogy Kentach Lux is megindul, a mezőny végéről pedig Kreatint vette ki hajtója Hajnal Tiburna, ő az, aki harmadik spurban közlekedik fölfelé, és Explosive Power is pozíciót tudott váltani, miközben kiesett Kreatin, hiába igyekezett fölfelé Hajnal Tiborral. Érkeznek az utolsó kanyarra, és még mindig Catania R tud vezetni, mögötte pedig kisebb meglepetésre Farinelli és Kentach Lux. Van még hátra 700 méter, Kreatin diszkvalifikálták, Catania pedig egyelőre hibája ellenére ott van a frontban. Kérdés, hogy bírja végig. Farinelli a falon mellett elindul, látszik Kentach Lux, Explosive Power is megindít egyfajta hajrát. A finisse fordulva Catania R előnye még mindig legalább 6-8 hosszas Kentach Lux-szal szemben. Farinelli remek versenyt fut, Explosive Power is zárkózik egy jobb helyezése reményében. 100 méter van még hátra, Catanier az élen Marco Slavicsal, és Catanier kisebb hibája ellenére megnyeri a Bájital díjat. Catanier, Kentach Lux és Explosive Power az első három. Farinelli lehet majd a negyedik, aztán Tsunami és Just Be Ready.